A Nyíregyházi Állatpark 2008 óta tart grévizebrát. Ekkor érkezett a fajmegőrzési program keretében egy csődör Németországból, majd 2013-ban érkeztek meg kancái, lengyel és cseh állatkertekből Sóstófürdőre. A grévizebra család igen termékeny, hiszen kifutójukban két héten belül kétszer is kopogtatott a gólya. Az ellés mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. A két különleges grévizebra Csikó két hét különbséggel látott napvilágot, először egy kis kanca, majd rá két hétre a kis csődör is megszületett. Jelenleg őt az anyaállatokkal külön kifutóban élnek, és főtápláljuk az anyatej. Egy hónaposan majd elkezdik szemezgetni a szálas takarmányt is, de egészen 7 hónapos korukig főleg anyatejjel fognak táplálkozni. Főleg az a csődör jelenleg külön kifutóban él, de hamarosan meg fog ismerkedni a családdal is. A grévizebra a legnagyobb termető zebrafaj, és egyben a legnagyobb vadon élő lóféle. Természetes élőhelyén mindössze 2000 egyed él belőle. A fajt elsősorban élőhelyének szűkülése és a pásztorkodás terjesztése veszélyezteti. Ma kizárólag Dél-Etiópia és Kenya száraz területein, bozótosaiban fordul elő egyre kisebb számban. A többi zebrától eltérően a faj nem alkot állandó csordákat, a különböző nemű egyedek véletlenszerűen verődnek össze. A többi zebrafajtól, az alföldi és a hegyi zebrától könnyen megkülönböztethető, hiszen hasa töve fehér, s a hátán a gerinc mentén fehérrel keretezett sáv fut végig, s fülei is jóval nagyobbak. Nevét Jules Grévy 19. századi francia köztársasági elnöktől kapta, aki egy ilyen állatot kapott Abesszinából. A Nyíregyházi Állatpark igazi kuriózum a zebrafajok kedvelőinek, hiszen a grévi zebra mellett az alföldi zebra két alfaja, a böhm és a chapman zebra is megtekinthető egy másik kifutóban.